Nagy bőröndökkel indulnak útnak Berek Sorányból a menekültek. Csak néhány napot töltöttek itt, volt, aki háborús övezetből, Harkivból menekült el. Harkivból érkeztem, ott egy boltban voltam eladó. A városomban nagyon rossz most a helyzet, folyamatosan bombáznak. Az utolsó pillanatig vártunk, de már nem tudtunk tovább maradni. Németországba tartunk, ott vannak ismerőseink, családtagjaink. Szeretnénk ott segítséget kérni, német nyelvet tanulni. Bízom benne, hogy sikerülni fog, mondta ez a fiatal nő. Szerdán jelentette be az orosz elnök, hogy részleges mozgósítást rendelt el, ami azt jelenti, hogy újabb 300 ezer orosz katonát vett be Ukrajnában. Úgy gondolom, hogy igazán csak most fog kezdődni a háború. Egyelőre úgy tervezzük, hogy 3-4 hónapig leszünk Németországban, és utána visszatérnénk Harkivba. Természetesen csak akkor, ha a harcok csitulnak és normalizálódik a helyzet, mondta a harkivi hölgy. Itt most vannak tisztálkodási szerek, pelenkák, popsitörlők, vécepapírok, tartós élelmiszer, minden, ami tulajdonképpen mindennapi létszükséges. Nagyon sok van itt, úgy látszik, szóval, hogyha jönnek, akkor nem szenved hiányban senki. Nem, hál' Istennek, van még adományt, sőt, fel vagyunk készülve arra is, hogyha esetleg nagyobb hullám jönne, és akkor tudunk biztosítani mindent neki, amire szükségük van. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa mutatja, hogy elegendő adomány áll rendelkezésükre ahhoz, hogyha nagyobb hullámban jönnének a menekültek, akkor is tudnának segíteni. Most naponta néhány tucat bajba jutott keresi fel őket. Folyamatosan érkeznek hozzánk a menekültek, mi 0-24 órában jelen vagyunk a segítségponton, Beregsurányban, és folyamatosan várjuk és segítünk ugye a menekülteket. Naponta 10-30 főig érkezik ide hozzánk a menekültek száma. Általában hát háborús övezetből, Odessa, Bukharkovból, Kijevből, háborús övezetből jönnek, és segítséget kérnek. Többnyire ugye tovább utazásban. A busz ezeket a menekülteket Záhonyba vitte, ahonnan vonattal folytatják tovább útjukat a fővárosba, onnan pedig valamelyik nyugat-európai országba.